sajátosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Mielőtt az Újpest nagy sikeréről beszélnénk, előtte nézzük meg, hogy mi újságban Vácot, hiszen ott dolgozol most. Egyelőre megnézve a tabellát, eléggé hátul kullog a Váci csapat, pedig nem akármilyen mestere irányítja Csank János személyében a Váci felnőtt csapatot. Hát igen, egy Pro Urbe-díjas mesteredzőről beszélünk, akit a magyar futballtársadalom is elismer, mint jó szakembert. Most egy olyan közegbe került, ahol nagyon sok fiatal, tehetséges futballistából kéne egy hatékony csapatot csinálnia, és ez akadályokba ütközik. Tehát most az utolsó két mérkőzésen mondhatom azt, hogy legalább a pontgyűjtésben előre léptünk. Most 4 pontot hozott, ugye? Így van az utolsó két meccsen. Remélhetőleg szép lassan eltávolodunk a kieső zónától. Mert még ott vagytok még azért mert még közelben. A közelbe vagyunk nagyon, ott sok-sok egyforma csapat van. Igen. Bízunk benne, hogy beérik a mester munkája is, mert hiszen pénzben sem dúskálunk, tehát magyarul abból kell főznünk, amink van, tehát ebből a sok fiatal játékosból kell egy... Ezek ilyen heves vérű fiatalok? Csak gondolok itt a dunaújvárosi meccsre, mert ugye 2-2 lett az eredmény, vezettetek is 2-1-re, és úgy lett 2-2, hogy a dunaújváros 3-11-est is kapott. Igen. És abból... nem vettem észre azt, hogy bárki is tiltakozott volna, tehát jogosak voltak a büntetők. Azt, hogy jogosak voltak-e, vagy sem, tudjuk jól, hogy mindig az dönt, akinél a síp van. Igen, igen, igen. Szerény véleményünk szerint, ahogy megbeszéltük a szakmai vezetéssel, a 3-11-esből egy volt az, ami biztosan 11-es volt, a másik kettőn lehetett volna vitatkozni, de hát mivel NB3-ról beszélünk, hol nincs VAR, és nincsen semmi egyéb olyan segítség, így azt kell elfogadnunk, amit a játékvezető ítélt. Hál' Istennek a 3 megadott 11-esből egyet kivédett a Halasi Péter, a kapusunk, egyet mellé rúgtak, és csak egy lett, amit meg tudtak büntetni. Úgyhogy így úgy gondolom, hogy ez bravúr kategória, hiszen a második helyezett otthonában sikerült egy ponttal gazdagabb lenni. Lehet, hogy akkor mostantól megindul a Vác fölfelé? Bízunk benne. Most meg ismét egy komolyabb feladat lesz a hétvégén, a Dabas FC, ahol Bücs Zsolt barátom a navigálja a Dabas gárdáját. És ott Bíró Szabi a kapusedző. Bíró Szabolcs a kapusedző. Csak hogy újpestieket emlegessek, itt bocsáss. Igen. Kitértem volna rá. Tehát a Dabas ebben az NB3-ban egy meghatározó csapat, tehát ő ott botorkál az első harmadban mindig. Tehát úgy gondolom, hogy szintén, ha itt most tudnál pontot vagy pontokat szerezni, akkor úgy gondolom, hogy kilábaltunk a negatív szériából, igen. Igen. Jó, hát bízunk benne. Bízunk. És az Újpest is kilábalt, hiszen óriási meglepetésre megverte a Videótont. Hogy ne tűnjek cinikusnak, igen, így finoman fogalmazok. Mindenki úgy játszik, hogy hagyják. Ez volt az első győzelem. Igen, első győzelem volt. Nagyon kellett, mint falura a villany, szokták mondani. Hatékonyan, mint ahogy a Szabics Imre a mérkőzés végén kifakadt, sokat tett érte a Videóton is, hogy az Újpest itt 3 ponttal tudott gazdagodni, de ne vegyük el tőlük azt, hogy több közel 80 percig emberhátrányba futballoztak, és nem lehet azt mondani, hogy érdemtelen volt a győzelmük. Nem gondoltam volna, főleg a kiállítás után, de hát a futball, tudjuk jól, ezért szép sportág, hogy vannak az esélytelen vagy esélyes kategóriák, nem mindig jönnek ki. Tehát most itt igen. Az esélytelenebb csapat húzta be 3 pontot. Itt ez az egészen nekem azt tűnt fel, Videóton Újpest meccs, hogy a Videóton házatájáról egy dologról nem beszélnek, és akkor ezek szerint akkor megint Újpestre kanyarodunk. Kovács Zoli mégsem végzett olyan rossz munkát, mint szakmai igazgató, hiszen azért, míg ő ott volt 4 év, hány évig volt ő ott?
Hát legalább igen. Nem szerepelt ilyen égetően rosszul a Fehérvár. Most ugye új szakmigazgató van, erről viszont nem beszélnek, hogy egy új stáb van, igen. És nem megy a szekér. És ugye, amikor megvolt a váltás, akkor ugye minden szurkoló, majdnem mindenki ugye szívta a Kovács Zolit, mert hogy újpesti vérős, azért nem dolgozott jobban a Videotonnal. Most erre tessék, most jött egy Videoton vérű szakmigazgató, hiszen ott futballozott, és még rosszabb a történet. Na erre varják gombot, ez hogy is van? Hát lehet, egy nagyon picit pontosítanék, sportigazgató titulusa volt a Kovács Zolinak is, meg a Sallói Pistának, a Salecnak. Tehát a sportigazgató az annyival több, mint a szakmigazgató, hogy ő az igazolások, a pénz fölött is diszponál. Jó, tehát minden felett. Minden felett. Így van. Ő a szakma, a csúcs, minden belértve, egyértelmű. Remélem, hogy most nem fogják azt kitalálni, hogy a Kovács Zoli igazolta le az edzőt, és azért van ilyen pozíció. Jelen pillanatban igen, itt most még nem tértünk ki oda. Egyelőre kérdéses Szabics Imrének is a szakmai tudása. Elismeri mindenki a játékos múltját, elismeri azt, hogy másodedzőként vagy asszisztens edzőként kiválóan tevékenykedett az osztrák válogatottnál, de vezetőedzőként még nem volt neki komolyabb szerepe. És ez lehet, hogy most ez visszaüt egy picit a csapatnál, mert nagyon nehéz 20 játékost olyan szinten tűzbe tartani. Itt, ha kicsit lesarkítom a dolgokat, minden héten 10 játékos megsértődik azért, mert ő nincs benne a kezdőbe. Most ezt hogyan tudod te kezelni, mint új hús, vagy egy edző? És az a baj, hogy nincs ki ez, forduljon, hiszen Torgerre, Juhász Roland szintén hasonlóan, így van, nulla kilométeresek. Pontosan, nehéz, ilyenkor van szerepe, én úgy gondolom, a sportigazgatónak abban. Ezért tettem ki rám is a Szabicsékra. Ők ugyanúgy segítségre szorulnak, mint mindenki ebben a szakmában, és a sportigazgatónak itt kellene megmutatkozni a karakterének, hogy nem az a megoldás, hogy most akkor elküldök 3 játékost és igazolok megint 3-at, hiszen... De most itt a Szabicsot küldik el, nem? Nem tudom, hogy... Szerintem elég komoly pénzért kivásárolták a meglévő állásából. Igen. Elég komoly ajánlatot kapott a Videotontól, szerintem nem egy éves szerződést kapott. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon összetett és nagyon fájdalmas döntés lenne, ha őt most fölállítanák. Csak ugye Szabics kijelentette, lehet, hogy ez a csapat még a másik helyre sem erős. Nem tudom, hogy mi az ő felé az elvárás, tehát nem tudom, hogy hogy csak ez elég durva kijelentés, hogyha ilyen szempontból nézzük, oda hoznak egy jó anyagi helyzetben lévő egyesülethez, jó pénzért edzőt, ahogy mondod, mert nem egy-két filért vásárolták ki, és azt mondja, ez a csapat, ez még úgy néz ki, hogy a másik helyre sem lesz jó. Ez úgy, most ha lehet finoman fogalmazni, hülyén hangzik, hiszen valóban azért igazolták őket is, és azért tették oda ezt a 3 volt extra jó futballistát, hogy a Videoton a Fradival versenyben tudjon lenni. Így van. És komoly pénzeket. Tehát a Videotonnál nincsenek nehézségek, minden van, ami egy edzőnek kell. Jó a körülmény, jók a pályák. Jó, akkor mi a gond? Hát ez csak az, hogy fiatal, nulla kilométeres edzőkre bízták ezt az én gárdát? Az én meglátásom ez, igen. Hogy jelen pillanatban a legfontosabb egy edzőnél, hogy azt a 20 játékost, akivel dolgozik, azt egyfelé tudja terelni. És hogyha ha nincs meg az egység az öltözőben, akkor nem is fognak kijönni azok a futball tudások a játékosokból, ami egyébként benne van. Jut nem eszembe. Tudom, hogy fog hozzá. Van ott 20 játékos. Igen. 3-4 jó játékos, nevezgő szinten is.
mennyire számít nekik az, hogy az edzők valamikor jó futballista volt, és mennyire inkább az számít, hogy edzőként mit érte. Tehát a tisztelet, az hogy van a játékosokban, mennyire, melyik számít jobban? Ezt én saját szemszögemből is el tudom mondani, hogy én is dolgoztam olyan edzővel, Göröcs Jánosnak hívták, aki világklasszis vagy Európa klasszis volt a maga idejében. Elfogadtuk őt azzal a habitusával és azzal a tudásával, ami neki volt. Egy hihetetlen jó csapatot tudott belőlünk kovácsolni. És amikor én oda kerültem Újpestre, engem is elfogadtak a játékosok, hiszen tudták jól, hogy na ez a fiú mondjuk nem a Dunacipőbe játszott, vagy a vízműveknél, hanem ez az Újpestbe húzott le 230 mérkőzést. Nem is olyan rossz szinten. Tehát kell az a futball múlt ahhoz, hogy téged elfogadjanak a játékosok. Ez ugyanígy mondjuk egy Zidánt is, hogyha egy Real Madridhoz viszel edzőt, oda nem vihetsz olyan edzőt, csak olyat, aki már világklasszis szinten bizonyított, vagy játékosként is olyan kaliber volt, aki tudja, hogy abban az öltözőben hogy kell viselkedni, miről szól az egyesület. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát akkor, a hitelesség miatt jó, nagyon fontos. Akkor magyarul, akkor hitelesek, tehát a külföldi játékosok szemébe. Aztán, hogy... Az, hogy nulla kilométeres edzőként, akkor tovább is hitelesek akkor? Vagy az nem számít? Onnantól kezdve számít, hogyha azt is mindent elfogad egy játékos, amikor bennülsz az öltözőbe, csak te, mint edző, ne mondjál hülyeséget, tehát magyarul tartsd meg a hiteledet, tehát ahhoz neked nem és ha folyamatosan hatalmas... mondasz rosszat, akkor előbb-utóbb elveszíted, és akkor már akkor csorbul a játékos múltadból felállított pontosan, tehát dicsfény. Megvan az megelőlegezett bizalom, de hogyha te, mint edző, belehibázol abba, hogy nem vagy következetes minden játékosoddal, tehát hogyha kivételezel, vagy pedig ha szakmailag butaságokat mondasz, akkor ezek dörzsöltek, meg jó futballisták, meg játszottak minden bajnokságban. Igen. Tehát nagyon nehéz, és az edzőnek azt kell tudnia elérni, hogy mondja a hülyeséget, de a csapata higgyen neki. És ahhoz neked hiteles edzőnek kell lenni. Megvan a játékos múltad, nem szabad vakságokat mondani, csak neked el kell magad fogadtatni, mert amit mondtam, minden héten 10 játékos nem játszik, legalább 10 játékos. Azzal el kell fogadtatnom, most jelen pillanatban ez a csapat érdeke, ezeket tudni kell kezelni. Akkor a hitelessége lehet, hogy Szabicsnak romlott, ezért érzi azt, hogy ezzel a játékos állománnyal a második hely sem lehet reális elvárás? Úgy gondolom, hogy ha csak az Újpest elleni mutatott játékot nézzük, azt mondom, hogy valami ott megzakkant. Tehát most a fogaskerék ott valami elakadt. Tehát ezen kell tudni változtatni, és amit megfejtettünk, vagy kihoztunk belőle, a sportigazgatónak most hatalmas szerepe van abban, hogy fölépíti a Szabicsot a másik két asszisztens edzővel együtt, vagy pedig hagyja beszendőbe menni. Nagyon, nagyon érdekes a történet, hogy a sportigazgató ezt hogyan kezeli. Mi a célja? Nézek egy másik edzőt, hozok ide valakit? Vagy azt mondom, hogy ez a Szabics, ez egy értékes fiú, egy jó futballista, egy csináljunk, jó, csak lehet, hogy neki. Ő azt mondaná, hogy hozzunk más, de tulajdonos meg azt mondja, hogy nincs erre pénz. Akkor mi van? Hát akkor kénytelen úgy viselkedne, hogy a tulajdonos dönt. Igen. Tehát most nem tudjuk, hogy mi a hierarchia, meddig tudsz nyújtózkodni. Tehát itt nem tudjuk, hogy kinek milyen döntési lehetősége van, tehát milyen pénzek fölött diszponál, mert azért ez komolyabb történet. Úgy látszik, hogy ezek a jó játékosokból hirtelen edzővé kinevezett egykori sztár labdarúgók nem igazából válnak be Debrecen. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kieső helyen áll, mert olyannyi pontja van, mint a valóban a kieső helyen álló Gyirmótnak, tehát olyannyi pontja van. Itt már csak a gólkülönbség miatt előzi meg. Hogy látod ezt a helyzetet? Jól nyúltak hozzá az MLS-be, hogy engedélyezték ezeket a dolgokat? Vagy ugye hát
Mert ugye mindenki tudja, hogy Huszti Szabolcsot van. Igen, Huszti Szabolcsa. Akinek nincsen végzettsége, igen. Vagy legalábbis most kezdi el az iskolát járni. Igen, tehát ő hivatalosan nem lehetne egy NB1-es csapatnak a vezetőedzője, de az MLS engedélyezte az ő részére. Ezt debreceni vezetőségnek kell tudni eldönteni, hogy ez milyen döntés volt, de ott is ugyanazt látom, mint itt a Szabadsi Imrénél, hogy ő sem volt még semmilyen korosztálynak vezetőedzője, tehát nem tudja, hogy ez mivel jár, hogy ezt hogyan kell kezelni, és teljesen mindegy, hogy ki milyen játékos volt, milyen öltözőkbe ült, milyen edzők voltak a keze alatt, ezt neked meg kell tapasztalnod. És ez nem olyan könnyű feladat, mint ahogy látjuk, mert hiszen Debrecenben is minden rendben van. Hát, most alakították át az egész, igen, debreceni futballt, egy komolyabb KFT-t csináltak belőle, tehát ott sem lehet probléma semmi más, ott is csak a szakmával kell foglalkozni, és valamiért döcög. Meglátod, Zsuzsák után ott a német Krisztiánt is leigazolták, de úgy látszik, hogy egyelőre ott is csak a hév van meg, mert ugye ki is állították. Még egyenlően a régi formáját nem tudta visszahozni, de... Hát az sem egyszerű, igen, hogy valaki most hazakerül, és akkor egyből minden csapatváltás egy olyan új impulzus, amiben bele kell szokni. Nagyon, nagyon ritka az, amikor valaki, mint ez a Erik Haaland, aki a Dortmundnál belépett az öltözőbe, és az első meccsén elkezdte önteni a gólokat. Ezek nem olyan könnyű megoldások. Mindenkinek idő kell, de hatalmas. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy kockázat volt a debreceni vezetők és a Videoton vezetők részéről is ez a fajta döntés. Aztán reméljük, hogy nem csorbul, vagy nem töri ketté ezeknek a úgy gondolom, hogy a magyar futball értékeinek a pályafutását. Ez a döntés. Tehát, hogy nem túl korán kapták ezt a lehetőséget. Újpesten mi a helyzet végül is? Akkor most marad minden a régiben? Marad az edző, marad a tulajdonos, semmi váltás nem lesz? Most az, hogy egy győzelmet sikerült abszolválniuk, nem is tudom, elnézést a tudatlanságom, hogy 11 mérkőzés, vagy nem tudom hány telt el, tehát lement egy kanyar. Ez nem jelent semmit. Nagyon-nagyon azt mondják, és remélem, hogy igazuk van, hogy közeleg az adásvétel napja. Most én nem tudok másra gondolni, hogy végül is el fogja adni a belga tulajdonos a klubot, de ezt én úgy gondolom, hogy legkorábban a szünetben, hiszen egy olyan szintű papír tömeget kell átvizsgálni ilyen esetben, hiszen ez egy komoly gazdasági társaság, aminek van egy utánpótlás egyesülete is. Tehát az is több hétbe fog telni, amíg mindent átnéznek. Ha már én úgy tudom, az egyesség megszületett. Uh-huh. Tehát, hogy a Roderick által bemondott összegre bólintottak a vevők, de még az adásvétel nem szignozták le. Értem. De nagyon bízunk benne, hogy... Mert hiszen az Újpestnek szerintem más mentsége nem lehet, és nem csak az NB1-es tagság, hanem a klubnak az identitása, a klubnak a tradíciójának a megtartása a tét, szerintem, hiszen ha ez alatt a 6 év alatt nagyon-nagyon sokat rombolt a klub hitelességén ez a tulajdonos, mert pont azt nem építette, amit egy tradicionális klubnál kell. És ha ezt most végre újpesti érzelmű emberek kerülnének oda, akkor vissza lehet ezt még állítani. Mezőkövesdre megy szombaton az Újpest. Amelyik szintén győzelmet, igen, aratott most a hétvégén. Soha nem egyszerű, hiszen most az is egy pikáns mérkőzés lehetett a Subka Attilának a Honvéd elleni, igen, hiszen őt is onnan úgy mozdították el, hogy nem
ott sem érdemelte meg, de soha nem könnyű, meg lássuk be, a 12 csapatos NB1-ben egy mérkőzés sem lesz könnyű. Így van. Itt még a Gyirmot sem, azt az Újpest is bebizonyított. Vidóton viszont pénteken játszik Pakssal. Ugye most azt mondják a Paks, hogy Gödörben van, de ugye Bognár Gyuri azt mondta, nincs Gödörben a Paks, teljesen jól van, rendben vannak, minden oké. A Gyuri 100%-osan nyílt kártyákkal játszik minden mérkőzésen, ő nála a nincs az a fajta futball, mint nagyon sok csapatnál, hogy most visszafelé tologatják a labdát, a Gyurinál támadják az el. Őnél nála megvan az, hogy mi a futball lényege, gólt kell lőni az ellenfélnek. Igen. És ezt nagyon jól át tudta ültetni a játékosaiba. Mindenki meg fog ellenük szenvedni. Mindennek van ellenszere, meg csak ezzel tudni kell élni. Senkinek se lesz könnyű a Paks ellen futballozni, mert a Gyurinak nagyon sok van a fejébe. Minden esetre most zárásként jegyezzük meg, hogy úgy néz ki, hogy most jó sokáig csak nekünk a NB1 marad, mint téma, mert ugye hát a válogatott még lejátsz ezt a két meccsét, amit le kell játszani, és akkor majd csak jövő év ősszel kezdődik a Nemzetek Ligája, amit nagyon sok szakember barátságos mérkőzéseknek titulál. Nem véletlen nagyon sok klub tulajdonos, és nem csak klub tulajdonos, hanem nemzetek is azt mondták, hogy töröljék ezt a versenysorozatot, nincs erre szükség. Decemberben úgyis döntés lesz arra, hogy két évente lesz világbajnokság. Röviden mi erről a véleményed? Az első gondolattal egyetértek, tehát ez egy ilyen, nem is tudom, ki kell tölteni versenynaptárt, vagy nem tudom miért, tehát betesznek mérkőzéseket, teljesen fölösleges, itt lehetnének barátságos mérkőzések, nem kell lesz. Csak azt nem akarják, keretet. Mert ugye arra úgysem engednék el a klubok, mert arra nem kötelesek elengedni, és ezért találták ezt a Nemzetek Ligáját, hogy igen, de hivatalossá tegyék a barátságos látjuk, mérkőzést. Hogy mennyien ellenkeznek már az ellen is, hogy két évente világbajnokság a játékosokat kivégzik, igen. Tehát meg a klubok. Na mindegy, ezügyben decemberben ez döntés a hírek szerint. Szerintem azt nagyon sokan meg fogják vétózni a fajsúlyos klubok azt közül. Azt mondod? Én úgy gondolom, igen. Nem tudom elképzelni. Nagyon ne. Most, és akkor két évente meg EB is? Vagy hogy? A folyamatosan minden igen. Évben 1000 meccs? Ne, nem. Tehát szerintem nem fér bele. Főleg most gondolj bele, van egy angol bajnokságban játszik 40 meccset, meg még játszik, még 20-at a kupánból. Jó, de most látod, hogy most is például lemegy ez a két meccsünk, aztán utána jó sokáig semmi. Nekünk igen, csak éppen mondjuk vannak a nálunk komolyabb futball. Nálunk komolyabb? Hát végig azt mondták az EB alatt is, hogy milyen komoly nagy csapatok lettünk. Igen. Hát igen. Ugye x-eltünk itt a franciákkal, a németekkel. Az egy dolog, igen, de most ez a bajnokság, vagy a válogatott is más, meg a... Jó, de most a válogatott mondom, hogy most látod, hosszú-hosszú szünet lesz. És most lesz idő majd kapitányt is váltani, hogyha akarnak. Igen. Döntsék el, akik erre illetékesek. Én úgy gondolom, hogy ez annak a szíve joga, aki a pénzt adja, meg aki olyan helyzetben van, az dönts el, hogy az, amit a Rossi mester csinált, az jó, vagy nem jó. Ez a... De az a baj, hogy az a magyar labdarúgásra az jellemző, mindenki lesz az edző, mindig lesznek váratlan, tipmixes eredmények, meg ki fogunk kapni. Tehát ennyi. Mert nem mindig fog idejönni ugye a jobbik csapat, hogy most győzni akar, vagy éppen most erre lesz impulzussal is, és minden áron győzni akar. Lehet, hogy fáradtak lesznek. Bármi. Ilyenkor elcsíphetünk egy-egy döntetlen. Így van. De ennyi. Nagy változás nem várható. Gele Imre barátomnak nevezhetem, mondta, hogy van két szövetségi kapitány, aki szövetségi kapitány, meg aki majd megfog, tehát aki bukott szövetségi kapitány, mert nekik az a sorsuk, de az edzőknél is ez így működik, hogy vannak jó szériák, meg tehát egyszer minden, ezt a Mezei Gyuri mondta neki, hogy akkor lesz egy jó edző, hogyha valonnan kirúgtak már. Mert akkor azzal a
föl tudod vértezni magad azzal a hogy akkor mi a megoldás, mit kell csinálni, mit csinálsz másképpen te. Nagyon összetett a történet, de a szövetségkapitányoknak nem lehet más sorsuk, előbb-utóbb megbuknak. Kirúgják őket. Köszönöm szépen, itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.